Tisztelt polgártársaim, kedves polgármesterasszony, Hernád község kedves küldöttsége, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! A történelem vihara okozta emberi megrázkódtatásokra, lélekbe vágó traumákra emlékezni kell, beszélni kell róla. Ki kell ismételten kiáltani a világba a több ezer ok nélkül megbélyegzett magyar család embertelen, megalázó meghurcoltatásának tragédiáját. Még újra és újra szólni kell a hontalanság, a szörnyű jogfosztottság, a kollektív bűnösség sárga csillagként ható, megbélyegzésével sújtott Szlovákia-Magyarság megpróbáltatásáról. Azért, mert ez a témakör hosszú évtizedekig tabu volt Csehszlovákiában, és kényes téma, sőt neuralgikus pont még a mai Szlovákiában is. Hallatni kell hangunkat, és meg kell szólaltatni azokat, akik túlélői, megszenvedői voltak ezeknek az emberi méltóságot tipló fájdalmas eseményeknek. Még fájnak, sajognak és zilálnak az élő történelmi tanúkban a kitörölhetetlen emlékek. Segítsünk nekik, hogy egy nép a fellazult országhatárokon átívelő egész nemzet történelmi emlékezetévé váljon szenvedésük. Így válhat mementóvá és történelmi példává sorsuk, és meghurcoltatásuk így lehet fényes és tanulságos példa a felnőtt generáció és az elkövetkező nemzedékek számára. Kedves barátaim! Miközben az emlékezet koszorúit helyezzük el a kitelepítettek emlékművéhez, gondoljunk arra és tudatosítjuk Szentpéterről 1947-48-ban 121 családot, 479 szemét, köztük 417 református és 62 római katolikus hívőt telepítettek ki Magyarországra. Mélységesen érezzük át megemlékezésünk legfőbb és legszentebb üzenetét, a sorsközösség, az egyetemes magyarság, a testvéri közelség, a honfitársi szolidaritás pótolhatatlan szellemének jelenlétét. Úgy gondolom, hogy épp ez az legyőzhetetlen erő, amely nagy politikán túl, ilyen határokon átívelve lelkünkben, tudatunkban, szilárdan egy nemzetté, testvérekként köt össze bennünket.
Ezen gondolatok jegyében hajtunk fejet a meghurcoltak emléke előtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Engedjék még, hogy nagyon szépen megköszönjem azt, hogy elfáradtak ide temetőre, és megemlékezünk erről a szörnyű cselekményről, ami történt 47-48-ban. Itt átérezték velünk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Igen, mindjárt lehet vinni, meginni. Engedjék meg, hogy még egyszer nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntselek benneteket. Köszönöm a polgármester asszonynak azt, hogy megszerveztek, meg tudta szervezni, és eljöttetek, itt vattok, hál' Istennek, szerencsésen megérkeztetek. Talán egy visszaemlékezést szeretnék azt, hogy nekünk nincsen más testvér település, csak Hernád, nincsen más, hogy még valaki, hogy volna. És akkor, amikor megyünk oda, mert szervezzük a odamenést, akkor itt a faluban egy óriási öröm van, hogy megyünk oda, megyünk Hernádba. Komolyan. Őszintén. Azok, akikkel tartsátok a baráti viszont kapcsolatot, azok talán tudják ezt igazolni, hogy ez így van, így van. Úgyhogy én azt mondom, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, tartjuk meg, és mert talán így mondanám, hogy van, aki ki sem mozdul a faluból, legalábbis mi tőlünk, nem mozdul ki, hogy legalább akkor egyszer elmegy és egy napot kirándul. Sokan vannak olyanok, mondom, legalább vidd el a párodot, mondom, a gyerekeidet, mert mondom, legalább ha megkérdezik, hogy voltatok ki valamerre, akkor a szokott tudni, igen, voltunk ott a testvértelepül, és megértük a Hernádot, megvan, hogy hogyan. Egy kövét más látni, nézni, áttérni azt, hogy is élünk mink itt, hogy élnek itt emberek. Amikor oda elmennek, akkor de mindig van egy hét, két hétig téma a faluban, hogy mégis mi van. Én kívánom azt, hogy nagyon jól érezzétek magatokat. Kimondottan van ottan csapócsőr, van bor lehűtve, van Bekerókában jó betankultam, mondom, hogy nem van. Gond legyen. Így. Ahhoz mindünknek egy picit hozzá kell tenni, hogy jól érezzük magunkat. Mindünknek, tegyük hozzá. Aztán valahogy úgy, mint ahogyan szoktuk, mindig valahol aztán keresünk egy nótát. Ugye megint úgy legyen. Jó. Még engedjétek, még köszöntsem a katolikus plébánosunkat. Időben jött, időben 12-kor kezdjük ebédet, lehet, hogy mindjárt beindik, aztán már hozzák is. Elmondom a menüt, hogy mi fog lenni. És a evangélikus plébános urunkat,
aki körülötte még többször meg fognak jelenni, csak azért mondom, ilyen informatív jellegűnek az a dr. Vajdék Imre. Szót fogadjatok neki! És a kultúrfelelős a Molnár Éva. És a konyhafőnök azt mondja, jóba Vajdéka. Sült krumplival, és maradalékben fölre zsugott a salátorúra. Kint a pályán, ami vár rátok, kint a pályán, nem fog köllenni, nekünk még vannak a mindenkünk a sátrai, ami a miénké, a községházai, lehet, hogy van ottan valaki, láttam, hogy ott a hurcolkodott, de még van az, hogy ott van sör, van kofola, van bor, van lángos, van őz, vaddisznó, disznó, akkor házi disznó, doros. Ezért semmiért fizetni nem kell. Csak azért mondom, hogy tudjátok, semmiért fizetni nem kell. Néha, hogy valaki oda menjen, aztán a bármi gond, mondom, hogy ez a két személy teljesen mind a titkosszolgálat látottan. De nem olyan értelemben, mert ott még fújtogatták is a maruti, de csak ilyen megfigyelő. Jó, úgyhogy Erika, lehet hozni a levest, nagyon jó étvágyot. És még, nem kérlek fel, hogy beszéljél, mert majd megyünk még a pódiumon, ottan elmondjuk a magunk gondolkáját, de még a katolikus plébános úrunk szerette szólni hozzánk. Nem is szólni, hanem imádkozni. Adjunk hálát Istennek a ebédért, adjunk hálát az életünkért. Adjunk hálát, hogy itt vannak, hogy együtt vagyunk, és erősödik a két falu barátsága. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Aki ételt, italt adott, és sok jó ember, annak neve legyen áldott. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jobbágy József polgármester úr, téged kérdezlek, már sokadik alkalommal vagyunk itt nálatok Szentpéteren. Hanyadik alkalommal is? Hát ha ezt az alkalmat is beleszámoljuk, akkor ötödik alkalommal is. Nagyon örülök neki, hogy elfogadtátok a meghívást, és ezt a kapcsolatot ápoljuk, tartjuk, és a jövőben is így szeretném folytatni. Emlékszel még az első falunapra, ami közösen Hernád vendégeskedett arra a falunapra? Emlékszel még? Nagyon is emlékszek rája, és szorongó szívvel mentünk kettő autóbusszal, mikor vittem oda a Szentpéteriekét, hogy fogtok bennünket fogadni, milyen lesz ott, mi lesz ott, mert nem voltunk, akkor mentünk oda először, és egy akkora kellemes meglepetésért, hogy azóta is, azt nem lehet elfelejteni. Számos program vár ma is minket, egy-kettőt ízelítőnek említesz nekünk? Hát már talán így mondom, hogy hagyományjá vált a Őszi Rózsa énekcsoport. Azok minden egyes ilyen rendezvényben, amit a falu rendez, azokra mindig lehet számítani. A szlovákoknál van a Konvalinka, látom már jönnek, azokra is lehet számítani. Megpróbálom őket elvinni Hernádra, megpróbálom, azt még nem ígérem meg, de nagyon dolgozok rajta, hogy ők is eljönnek, a szlovákok, Konvalinkát, meglátom majd. Ugye nem csak ötödik éve, tehát nem csak ez a jubileum az, amit ünnepeltek, ugye Hernád a 625. születésnapját, de Szentpéter is születésnapot ünnepel, és kereket mennyit is pontosan? 680. Tavaly elkezdtünk egy ilyen rendezvénysorozatot, és egyszer folytatjuk, és mindig valahogyan beleavatjuk ezt a évfordulót is. És már nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttetek oda föl a temetőbe, hogy emlékezzünk ott a kitelepítettek. Nek a, így mondom, hogy a évfordulójára nagyon, nagyon megható volt a számomra. 680. születésnap, mi az, ami kapcsolódik? Írásos emlék, ami utánti számon tartjátok Szent Péter születésnapját?
Igen, ez egy akkor vannak első írások, megmaradott valahol a levéltárba, mert azért Szentpéter, ez mindig azért, mint ahogyan ti is mondjátok, Komárom Szentpéter, Komárom, úgyhogy nagyon kötődött a városod, és mindig azért ott van a régebbiekből Komárom Szentpéter. Mióta nem Komárom Szentpéter, Szentpéter? Hát, igen, nem, hát volt Komárom Szentpéter, aztán Szentpéter, aztán a szoci idő alatt volt Alsó Péter, Dolni Péter, Dolni Péter, de hát azt mondjuk emberek között nem lehetett azt letagadni, a Szentpéter volt mindig, csak autóbusznak a megjelölése, fölirata, amikor átbe oda a sorba, akkor Dolni Péter, ugye mindenki furcsálotta, de én azt mondom, mikor még volt a rendszerváltás, az volt az első dolog, hogy az a Dolni, az a Alsó Péteri, az lemenjen ottan, eltörülödjön és elfelejtődjön. De hát volt ilyen is. Polgármester úr, köszönjük szépen a meghívást, és hát várjuk a nagyon sok kíváncsisággal és szeretettel mi is a programokat, és hát köszönjük szépen még egyszer. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, szeretettel köszöntök mindenkit a 17. falunapon. Üdvözlöm körünkben, és barátsággal köszöntöm a testvéri Hernád község küldöttségét, Zsíros Népallaga Mária polgármester asszony vezetésével. És a Kusinyák urat a köztársasági elnök hivatalából. A teraz odovzdávám szóval Pánovi starostovi inzsinierovi Józsefovi Jobbágyovi, a pani starostkez Hernádu. És most átadom a szót a falu polgármesterének, Jobbágy József mérnöknek, és Zsíros Népallaga Mária, Hernád község polgármester asszonyának. Vážení spolupčania, milí hostia, vážená delegácia družobnej obce Hernád, ctené dámy a páni, privítam vzácnych hostí, hölgyeim és uraim, mi je megtiszteltetés számunkra, hogy falunapunkat együtt ünneplik velünk kedves vendégeink. Szívesen vítám pána doktora Rusziňákot, kancelárie prezidenta republiky. Szeretettel üdvözlöm körülbelül Rusziňák doktorat a köztársaság elnöki hivatalból. Ünnepünket megosztja velünk a magyarországi Hernád testvérközségünk küldöttsége. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Hernád nagyközség követeit, élőkön Zsíros Népallaga Mária asszonynal. Hernád polgármesterével és öt képviselőjével. Mili priatelia, obecnie ide našej obci znamenaje určité bilancovanie, vyhodnocovanie efektívnosti práce samosprávy obce. Je to aj príležitosťou určitých korekcií, naberania nových síl v súčasnej veľmi zložitej, neľahkej hospodárskej situácii. Obecne stranu si aj určitou duchovnou a morálnou mobilizáciou a verím, že zohrávajú nezastupiteľnú rolu vo formovaní kolektívu, pocitu veľkej rodiny obce a zintenzívnenia medziľudskej komunikácie. Dúfam a verím, že dnešné obecné oslavy prihovoria prítomným hölgyeim és uraim, kedves magyarhoni barátaink! Szeretném hangsúlyozni, hogy önkormányzatunk számára sokat jelent Hernád községgel létesített testvéri kapcsolat. Már több évben mérhető ez az együttműködés, 5. évben. A bíztató eredményei nem csak az önkormányzati munka terén jelentenek azzal tapasztalatforrást, hanem fokozatosan kiterjednek a kultúra, az oktatás és szakterületére, és a sportkapcsolatokra is. A baráti szálakat szilárdítja, hogy a hernádiak ma itt vannak velünk. Üdvözletüket hozták el. Színes kultúrmúlsorban megtestesített szellemi csokot is átnyújtanak nekünk. Köszönet nekik mindezért, hiszen erősítik az identitás tudatunkat, az egyetemes magyarságérzetünket. Segítik a nemzeti élmény együttes megélését, és meggyőznek bennünket a közös európai gondolkodásmód helyességéről. Tisztelt közönség, kedves vendégek! Falunapunkat ezennel megnyitottnak nyilvánítom, és minden résztvevőnek, családnak, vendégnek kívánok felszabadult szórakozást és sok tartalmas kulturális élményt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kedves Komárom szentélytett barátai, tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat Hernán nagyközség önkormányzatának nevében a 17. Komárom szentpéteri falunapon. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk, és nagy öröm volt az, amikor polgármester úr tolmácsolta a falu közösség meghívását a mai rendezvényre. Engem ma erre a falunapra 5 képviselő kísért el, a Hernádi önkormányzat 5 képviselője, engedjék meg, hogy bemutassam őket. Itt van velünk Zuhányi Fajt Mária alpolgármester asszony. Csukka Józsefné képviselő asszony. Lida Mihály képviselő úr. Becses Nándor képviselő úr. És Ütlősi László képviselő úr. Örülök, hogy el tudtak ma mindannyian jönni, bár nálunk általában jellemző, hogy ők nem egyszerűen képviselőként vesznek részt a település életében, hanem tevékenyen kiveszik részüket a közösségi rendezvényekből is, akár falunapról, akár másfajta rendezvényről van szó. És természetesen boldog vagyok, hogy itt van velünk ma Berci Edit, aki megszervezte a Nem tudom, hogy tudják-e, de több szempontból különleges ez az év. Az egyiket a polgármester úr már elárulta. 6 évvel ezelőtt jártam először Komárom Szentpéteren az akkori Hernádi polgármester asszonnyal, és akkor vettük föl egymással a kapcsolatot, de 5 éve annak, hogy aláírtuk a barátsági szerződést, amely ott a hivatalosan is Hernád és Komárom Szentpéter testvértelepülések. Úgyhogy most egy ilyen kis fél jubileum van, hiszen 5 éve vagyunk testvérek, ami annál is inkább nagy örömet jelent nekünk, mert sem Hernádnak, és ahogy ma megtudtam, Komárom Szentpéternek sincs másik testvértelepülése, tehát mi most csak úgy, mi vagyunk egymásnak, tehát ezt a kapcsolatot mindenképpen ápolni és gondozni kell a továbbiakban is. Ahogy ezt eddig is tettük, azt hiszem mindkét település megelégedésére. Különleges ez az idei év Hernád szempontjából, azért is, mert ebben az évben 625 éves a település. 1388. augusztus 7-én említi a falut először írásos dokumentum, és tulajdonképpen innen számítjuk a község történetét, bár minden valószínűség szerint régebben is létezett, sőt az a terület a Duna-Tisza közén, ahol a mi falunk elterült, az ősidők óta lakott, hiszen egy olyan területe volt ennek a tájegységnek, amely élhető és lakható terület volt, de hát ugye 1388. augusztus 7-től számítjuk a mi történelmünket, és ebben az évben egy rendezvénysorozatot hívtunk életre ezzel kapcsolatban, amely ennek a 625 évnek állít emléket, és ennek volt az egyik első momentuma az, hogy a Hernád Info TV-n, ami kábel tévénken, a Liga Mihály képviselő úr bemutatta a 25 évvel ezelőtt elkészített filmet, amely egy akkori rendezvényről született, amikor is a település 600. születésnapját ünnepelték, és meglepetéssel állapítottuk meg, hogy azóta bizony mindannyian sokkal tapasztaltabbak lettünk, éppen 25 évvel tapasztaltabbak, és természetesen nagy öröm volt ez a 600 év akkor nekünk, és ez a 625 is szintén egy hatalmas nagy öröm és ünneplésre ad okot, úgyhogy az egész év erről szól, kiadványt fogunk létrehozni, illetve az emberekben tudatosítjuk azt, hogy egy olyan településen élnek, amelynek nem csak ősi, hanem középkori emlékei és gyökerei is vannak. Tehát ez egy nagyon különleges év ebből a szempontból számunkra. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre a falunapra. Nem érkeztünk természetesen üres kézzel, hiszen elhoztunk fellépő csoportokat, akik remélem, hogy az önök megelégedésére és az önök szórakoztatására fognak tevékenykedni ezen a délutánon. Ők már régóta óriási izgalommal készülnek, és azt hiszem, hogy olyan produkciókkal tudnak önök elé állni, amely megtekintésre érdemes lesz.
és nem érkeztünk üres kézzel azért sem, mert ehhez a mi őszi rendezvénysorozatunkhoz kapcsolódik egy logó is, amely jelzi Hernád 625 éves létezését, és ezzel a logóval díszített táskákat szeretnénk majd átadni a polgármester úrnak, amellyel bízom benne, hogy megörvendezteti majd az itteni képviselőket. Ezt majd természetesen az ünnepség végén átadom. És egyetlen egy momentum van még hátra. Jobbágy József polgármester úr olyan kedves volt, hogy egy hónappal ezelőtt személyesen látogatott meg engem, két kollégája társaságában, és hívott meg erre a mai rendezvényre. Én most kicseleztem, én most fogom meghívni személyesen őt, és minden komáromszentpéteri lakost, aki befér majd a buszokba, hogy látogassanak el Hernádra. Engedjék meg, hogy ezt az okiratot, ami egyébként itt van, és megmutatom, majd át fogom adni a polgármester úrnak, felolvassam. Hát én csak magyarul tudom, természetesen, de meg fogom kérni Évát, hogy olvassa fel szlovákul is, hogy a köztünk lévő szlovák anyanyelvű emberek is megérthessék. Tehát meghívó levél. 5 évvel ezelőtt egy hasonlóan pompás napon kötött barátságot Komárom, Szentpéter és Hernád. Kölcsönös rokonszenvünk falu napjainkon teljesedhetett, és teljesedhet ki ma is. Reméljük, hogy titeket, kedves barátaink, olyan szeretettel üdvözölhetünk a 625. születésnapját ünneplő Hernádon, a 21. falunapon, mint ti itt minket. Várunk titeket augusztus 3-án Hernádon, a 21. falunapunkon. Tehát szeretettel látunk már mindannyiunkat, és szeretném megkérni Évát, hogy ezt tolmácsolja szlovák nyelven is. Pozvánka, stalo sa to pred 5 rokmi, kedy svätý Peter a Hernád uzatvorili priateľstvo. Dete, očakávame vás 3. augusta na 21. oslavách dňa obce Hernád. Köszönöm szépen, Iva! Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor átadom a meghívó levelet a polgármester úrnak azzal, hogy természetesen mindenkit hozzon el Hernádra augusztus 3-án, akit csak tud. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a meghívást, elfogadjuk a meghívást, személyesen én is elmegyek, és 2 autóbuszon biztosítunk embert, úgyhogy igazolom, hogy elmegyünk, ott leszünk. Most pedig mit szeretném kérni a köztársasági elnök úr hivatalából, hogy adja át önöknek a üdvözletét, amit a köztársasági elnökünk küldött. Dobrý deň, prajem, dobré popoludne, vážený pán starosta, vážená pani starostka, milí svätopeterčania, dovolte mi, aby som vám odovzdal osobný pozdrav pána prezidenta Slovenskej republiky a excelencie pána Jána Gašparoviča. A v jeho mene sa poďakoval za pozvanie na tieto tradičné vaše obecné dni. Moja prítomnosť znamená, že jún je už mesiacom, kedy tak na všetky obce Slovenska organizujú takéto dni alebo rôzne festivaly a všetci kancelárii prezidenta, ktorí sú schopní niekam vycestovať, tak zastupujú pána prezidenta tam, kde on nemôže byť. Sa pán prezident je dnes na prvom miestach. Uprednostňujú miesta dnes tam, také, ktoré, na ktorých dávno nebol. Už pedig szeretnénk egy ilyen check-in-sheet átadni. Köszönöm szépen!
Én pedig szeretném átnyújtani a polgármester úrnak azt a táskát, amiről beszéltem. Tehát ez az a, hát hívhatjuk laptop táskának is, vagy ilyen irattartó táskának, amelyet elláttunk a 625 éves Hernád rendezvénysorozatának a logójával. Ezt szeretném átnyújtani neki, de természetesen valamennyi képviselőjének és a hivatal vezető asszonynak is hoztunk ilyet ajándékba, és remélem, hogy valamennyien fogják tudni majd hasznosítani. A lányok lányosak kapnak, ez a férfi a férfi. Becsinált a program, kezdődik a kultúrműsor. Színpadra kérem a Őszi Rózsa hagyományozó csoportot. Kérem a Hernádi Búzavirág énekegyüttest, fáradjon fel közénk, és találkozásunk örömére közösen énekeljünk el képből. Vagy legyél Berci, nem vagy legyél Berci.
minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni. Folyton jónak lenni iszonyúan unalmas, és amellett fárasztó is. Ha késsel villával igyekszel lenni, kirepül a hús a tárnyékodból. Ha sokáig ülsz egy széken mozdulatlanul, elzsibbad a lábad. A felnőttek folyton csak azt mondják, légy jó, ne legyél rossz. Meg azt, hogy fogadj szót, könnyű azt mondani. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb. A felnőtt azt csinál, amit akar. A gyereknek pedig azt kell csinálni, amit a felnőtt mond. Én egészen más miatt felnőtt volnék, és annyi mindennek örülnék. Először is annak örülnék, hogy azt csinálhatom, amit akarok. Sosem ülnék a széken, hanem mindig térdelnék. Fehér kesztyűt kezem végighúznám minden vaskerítésen. A fogmosó pohárban csíráztatnám a datolyamagot. És valószínűleg megennék egy-egy nagy táblacsokit minden emlék előtt. És persze kézzel fognám a legyeket, hát de csak akkor, ha addig megtanulnék kézzel legyet fogni. Ha én felnőtt volnék, megnősülnék. Sok gyerekem lenne, mert szeretek olyan játékokat játszani, amihez sok gyerekkel. A sok gyereknek én lennék a papája, és a lányokét feleségül veszek a mamája. Én meg a lányokét feleségül veszek, meg a gyerekek egész nap csak játszanánk, fogócskát, bújócskát, szembekötősdít. És hogyha még több gyerekünk lesz, ugróversenyt, rollerversenyt, dobóversenyt és futóversenyt rendezünk. Mindig én fogok nyerni, és akkor a gyerekek büszkék lehetnének az apukájukra. Tavasszal minden gyereknek egyforma léggömböt vennék, csak magamnak vennék kicsit nagyobbat, mert én vagyok az apukájuk. Nyáron minden gyereknek egyforma fagylaltot vennék, csak magamnak vennék kicsit többet, mert én vagyok az apukájuk. Ősszel minden gyerek beleléphetne a kocsolyába, de én a legmélyebbe, mert én vagyok az apukájuk. Télen minden gyerek felmászhatna a hóbuckára, de én a legmagasabbra, mert én vagyok az apukájuk. Ez így igazság, mert ha ők kapják a nagyobb léggömböt, a több fagylaltot, ők léphetnek a mélyebb pocsolyába. Éva, velem mindig történik valami, nézd le. Én büntetésbe részesültem, amiért elvesztettem a pacsitacsit, de aki visszahozza, az majd jutalomban. És ez ki is iratta apukám az újságba. A hirdetésre először egy öreg tacsit hoztak, de az be se akart jönni, mert mindjárt tudta, hogy nem itt adnak érte jutalmat. Aztán két kutyát is hozott egy bácsi. Igaz, hogy nem tacsik voltak, de nem is kért értük jutalmat, csak pénzt. Apukám becsukta a bácsi előtt az ajtót, de én úgy megsajnáltam őket, hogy kivettem a perselyemből a 27 forintot, és a bácsi után szaladtam, hogy adja ide a kutyákat leértékelve. Mert az egyik úgy is rántított, a másiknak meg leharapták kicsit a fülét. A bácsi ideadta, mert jó szíve volt, és mondta is, hogy mindig össze szokott facsarodni, ha szegény gazdátlan kucsisokat lát az utcán. Egy kicsit az enyém is facsarodott. Amikor húzni kezdtem hazafelé a két kutyát, és szembe jött velünk a pacsitacsi, teljesen mindjárt. Amikor hazaértem a három kutyával, először a pacsitacsit engedtem be. Megvártam, még mindenki örül, hogy végre megvan. Annyiszor elmondták, hogy jaj, mennyire tud egy kutya hiányozni, hogy gondoltam, most már behozhatom a lépcsőházból a két kutyát, mert hát a kutya is olyan, mint a szemüveg, és jó, ha tartalék van belőle otthon. De mindjárt kiderült, hogy nem olyan. Azért a Bori kivételesen rendes volt, mert ön megvédett, hogy ő igenis tudja, milyen rossz az, ha valakinek nincs testvére. És a pacsitacsi se élhet itt egyedül, ezért engem kidobhat apukám, ha akar, de a kutyákat nem hagyja. Szerencsére apukám engem se hagyott, mert ő meg tudja, hogy nekem jó a szívem, és ettől lett nekünk most ennyi kutyánk. Az,
Azért nem kellett volna mondanom, hogy különben is a zseppénzemért vettem őket, mert apukám azt válaszolta, hogy jó, hogy neki nincs zseppénze, mert mit szólnánk hozzá, ha egyszer beállít a nagy tevében. Sajnos most büntetésből én sem kapok 2 hétig zseppénzt, különben odaadnám apukámnak, mert olyan jó van, ha egyszer beállít a nagy tevében. Vizsgahangverseny. Gyerekkoromban zongorázni is tanultam. A zongora tanulás heti egy elméleti órából az igazgató néni Pistuka nevű kutyájának etetéséből, négy skálázásból és az évvégi hangversenyből állt. 2 hugommal együtt jártam a zenedébe. 8 esztendős voltam én. Egyik húgom 7 éves, a másik pedig 5. Még nem is járt iskolába. 3 éjfiú leány testvér éppen egy 6 kezesre való. Az igazgató néni kibányászott egy gyermek szívek című zongora 6 kezes, saptól kezdve hafúj, haesep, minden kedden és csütörtökön, délután 4-től 5-ig ott kellett ülnünk a zongoránál, gyakorolni a vizsgadarabot. Nagyobbik húgom játszotta a dallamot. Én középen ültem. A kicsi a zongora alsó végében ült, és brumogó akkordokkal kísérte művészi játékunkat. A kicsi különben mélységes haraggal rugdosta a pedált. Gyűlölte a billentyűket, a kottát, a zeneiskolát, és keserves könnyek között nézte a szemközti falat, amelyen a zeneiskola jelmondata volt. A zenetanulás élvezet. 4 hónapig keserves gyakorlás után már ment is a 6 kezes, jöhetett a napkoncert. Azonban egy nappal a vizsgahangverseny előtt bekövetkezett a tragédia. Nagyobbik húgom torokgyulladást kapott. A dallam, a 6 kezes, pillére, tartó oszlop a reménysége. 38 fokos lázzal feküdt. A zeneiskola egész tanári kara hordta az aspirint, hogy el ne maradjon a semmi mással nem pótolható szereplés. Még azt is megígérték, hogy taxit küldenek értünk, de a 6 kezes be kell mutatni. Az ünnepi alkalomra bérelt terem fényárban úszott. Izgatott szülők, kis zeneiskolai növendékek szorongtak a ruhatárban. Az igazgató néni nem kiabált senkivel. A szereplőket betuszkolták egy öltözőnek kinevezett szobába, s egymás után szólították színpadra őket. Alig fél óra múlva mi következtünk. Kottával a kezünkben felügyetlenkedtünk a magas emelvényre. Maga az igazgató néni mutatott be minket a nagy érdemű közönségnek. 3 testvér, iskolánk büszkeségei. Később megtudtam, hogy minden növendéket maga az igazgató néni mutatott be, és mindenkit így mutatott be. Nehogy a kedves szülő megsértődjék, s jövőre más iskolát keressem. Az igazgató néni intett. Egyszerre ütöttünk 6 kézzel a zongorába, de csak az első hangot ütöttük egyszerre. Hiáltam, füleltem, a dallam előre szaladt. Torokgyulladásos húgom, a láz okozta izgalomban, nem a tanult tempóban játszott. Gyorsan, szinte kapkodva futottak ujjai a billentyűkön. A gyermek szívek című műből izgatott, zaklatott zene lett. 1/10 másodpercnyi döbbenet után átvettem én is a tempót. Csak legkisebb húgunk nem zavartatta magát. Ő nem látott, nem hallott semmit, ő csak játszott, lelki ismeretesen és becsületesen, úgy, ahogy azt a keserves gyakorló órákon beleverték. 1-et, 2-t, 3-at.
egyet, kettőt, hármat. Mi ketten befejeztük a hatkezest. Felálltunk. A dobogó közepére mentünk, meghajoltunk és vártunk. A kicsi ugyanis nem állt fel. A közönség teljes hatkezesre fizetett be. Hát hat kapja meg. A hallgatóság viharos derültsége közepette, nyugodtan lejátszotta a hátralévő 8 taktust. Azután felállt, szépen lecsukta a zongora fedelét, és odajött mellé meghajolni. Olyan zúgó tapsot kaptunk, hogy a siker akkor sem lehetett volna nagyobb, ha Ritter vagy Fischer Anni játszott volna.
Yeah.
Thank you.
írtunk. Szűz a szitába, ki a szitába, asszony az ágyba hosszába. Szűz a szitába, asszony az ágyba hosszába, férjek hozzája. Szűz a szitába, asszony az ágyba hosszába. Köszöntök mindenkit, a jelenlévőket, akik itt vannak. Hoztunk egy produkciót, és ez némi magyarázatra szorul. A címe Vasútállomás. Azért szorul némi magyarázatra, mert ebben egy hangos szó nem fog elhangzani. Viszont nagyon sok szeretettel készültünk arra, hogy megmutassuk, hogy hogyan várja különböző társadalmi réteg a vonatot. Az úrinő, a munkásosztály, és nem utolsó sorban a parasztság. Fogadjátok nagyon sok szeretettel! Thank you.
Szekából hallottátok most. Fogadjátok szeretettel, kérdezi Eszekából Júcsa és Marcsát. Jó napot, Juliskám! Jó napot magának is, Mariskám! Ha mit csöprögeti? De száraz leveleke! Ha, milyen levelek ezek? Ajánlott levele! Az a regás ugye megint lerántotta a polsást a dirigéről. Hozd? Hát azt látjuk. Te jó Isten, ez mi baj lett a postásnak? Hát honnan a bálagot ugye még nem tért magához? De a szegény kutyának a postás kemény tomporától kicsodulott. Ne is mondja, az én fogam is nagyon fáj. Imént ittam rá egy kis pajinkat. Nem akarom magát piszkálni, de maga se elmárnálom. Ha is bevándorlom. Hernádi vagyok? Hát mi? Most mi mondja ezt? Ide figyelje! Van Hernádnak kórháza? Nincsen, nincs. Budapest és Hernád 49 kilométerre van egymástól. Miután nincs Hernádnak kórháza, úgy én Budapestre születtem a kórháza. Tehát Hernádi vagyok. Kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. Ez így van. Mit van, maga mondtam volna? Hát, most is elmentünk vásárolni. Mazzalopni, azért. És? Jaj, bennetünk a boltba, azt mondja, anyom, hát ez mi? Mondtam, egy kis jön, ez koton. Ugyan, segíts. De azt mondja, anyanya, de hát ebben három van. Azt mit mondod neki? Mondtam, egy kis szívem, hát ez a középiskolásoknak. Egy péntetre, egy szombatra, meg egy vasárra. Jó, meg válaszoltam. Ugye, de megint ez anyanya, de hát van olyan, de hat darab van, ez kiért? Kicsikén. Ez az egyetemi sárké. Kettő péntekre, kettő szombatra, kettő vasárra. Nagyon okosan. Ugye? Nem kell mondanom, hogy megint el. Ez anya. De hát van, ebben 12 van. Ez kiknek ide csinálta? Ó, szerintem mit mondod? A pátfélnek fiam. Janya, február. Ó, édesem, ez itt van nálunk is. Azért az ember állt, hogy tegyakból többet veszem. Na, akkor én most megyek ám. Hova még? Ha hova? Hát átmegyek a szomszédba, hely. Ha minek? Hát kölcsön kérem a Defingrillától. Most az magának? Hát, ha az én uram kóvászáros hatással lesz. Na, próbálkozzék!